dicsértessék a Jézus Krisztus. Örökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akár itt személyesen a templomban, akár az Apostol Televízió nézőit. Szent Lukácsot ünnepeljük a mai napon. Szent Lukácsot, akinek a harmadik evangéliumot köszönhetjük. Szent Lukácsot, aki figyelmesen hallgatta szűzanyát, és lejegyezte, meg örökítette nekünk azokat az eseményeket, amelyek Jézus nyilvános működését előtt történtek. Szent Lukácsot, Pál apostol társát az evangélium hirdetésében Európa földjén. Kérjük a mai napon az ő közbenjárását, hogy egyre inkább megismerjük Krisztust, szeressük az ő édesanyját, és eljuthassunk az örök életre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, ezt a szent misét a Buhály, a Marton, az Urbán, a Szilvási és a Várbíró családok élő és elhunyt tagjaiért ajánlom föl. Ahhoz, hogy alkalmasok legyünk a szent titkok ünneplésére, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreinek, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok élettel Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. Magasságban Istennek. És a földön békesség, a jó akarat a embernek. Dicsérjétek téged, áldom téged, imádom téged, magasztalom téged, hálát adok téged, nagy Amen.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te Szent Lukácsot kiválasztottad, hogy ige hirdetésével és írásaival hirdesse a szegények iránti szeretetedet. Add, hogy minden keresztény egy szív és egy lélek legyen, és minden nép meglássa az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, Démász elhagyott a világ kedvéért, és Tesszalonikába ment, Crescens Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem. Tihikuszt elküldtem Efezusba, köpenyemet Troászban hagytam Kárpusznál. Ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamentekercseket. Alexander a bronzműves sokat ártott nekem, az Úr megfizet majd neki tettei szerint. Te is óvakodj tőle, nagyon ellenszegül tanításunknak. Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserben hagyott. Ne számítson nekik bűnül. Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen rólam minden pogány. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helyiségbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok, békessége háznak. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amelyik van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Szent Lukács, amikor megismeri a hitünket,
Pál apostol ige hirdetése nyomán hitre jut és megkeresztelkedik, oly erős bennem a hitnek az öröme, hogy ezt az örömet nem akarja megtartani magának. Ez az, ami miatt Pál apostollal aztán Európába jön, hogy Pál apostol európai evangelizációjában, ige hirdetésében részt vegyen. Az elsődleges információkat Jézusról és az ő életéről tehát Pál apostoltól nyeri. Pál apostoltól, akit kísér az útján, aki maga is megkapta a hit átadása révén a Krisztus Jézusra vonatkozó ismeretet. Amikor azonban Lukács hozzákezd ahhoz, hogy megírja az ő evangéliumát, hogy Jézus Krisztus életét és az ő szenvedését, értünk való feltámadását papírra vesse, akkor utána jár a tanúknál. Nem véletlen, hogy így ajánlja Teofilnak evangéliumát is, és az apostolok cselekedeteiről szóló könyvét is, hogy utána jártam a dolgoknak. Ő egy tanúnak tanúja, és éppen ezért fontos számára, hogy Krisztus Jézus élő tanúival beszéljen, és tőlük szerezze be mindazt az ismeretet, amelyet megoszt velünk. Így lett tanúja az első tanúnak, a boldogságos Szűz Máriának. Így kereste fel őt, és hallgatta meg mindazt, amit Mária megőrzött az ő szívében, a mi Urunkról és üdvözítőnkről. Írta le mindazt, ami az Úr Jézusnak gyermekkorában történt, ami az ő családjának az előtörténete a nyilvános működés előtt, amikor még senki más nem ismerte, csak az Atya és az ő családja. Tanúságot tesz arról, amit Szűz Máriától hallott, és tanúságot tesz arról, amit a különböző csodáknak a tanúi, azokon részvevők vagy maguk a meggyógyultak, mondtak el neki. Látszik az ő evangéliumán, hogy egy erős orvosi érdeklődés van a betegségekkel kapcsolatban. Nem csak azt írja le, hogy Jézus pár szót mondott, vagy pedig rátette a kezét, megérintette és meggyógyult, hanem mint a holtkóros fiú történetében szépen elsorolja mindazt, ami a tüneti előzményei voltak, és az időt is, amennyi ideig gyötörte őt a betegség. Fontos volt számára, hogy bemutassa így a betegségeket is, amelyekből az Úr Jézus az ő szavával, az ő cselekedetével, az ő üdvözítő hatalmával megszabadította ezeket a betegeket. Lukács tehát pontosan utána járt a dolgoknak, hogy elmondja nekünk. A tanúknak tanúja akart lenni. A mai evangélium bennünket is arra hív, hogy tanúk legyünk. A 12 apostol
után Jézus meghív másik 72 tanítványt. És itt bátran gondolhatunk önmagunkra, minden egyes hívőre, hogy mi is ilyen tanítványok lehetünk, akik elmondjuk azt, amit Jézus ránk bízott. Elérkezett hozzátok az Isten országa. Oly sokszor van, hogy embertársainknak szüksége van Jézus Krisztusra, ezt újra és újra látjuk az ő életükben. Sőt, nagyon fontos, hogy imádkozzunk értük. De az is fontos, hogy újra és újra tanúságot tegyünk róla. Merjünk beszélni a hitünkről. Körülbelül egy évvel ezelőtt történt, hogy felszálltam az egyik buszra, a 7-es csoportnak valamelyik busza volt, lehet, hogy 133-as. Felszálltam a buszra, és középen szálltam föl, amikor is úgy megálltam úgy magamban, így csendesen, úgy gondolkodtam magamban, és egyszer csak arra figyeltem föl, hogy mellettem két fiatal a buszon a hitükről beszélgetnek. Nyilvánvaló volt, hogy az egyikük, amelyik elkötelezettebb és a hitben járatosabb, és a másik kérdezte őt. Újabb és újabb kérdéseket tett föl, és ezek a fiatalok voltak annyira nagylelkűek és vagányok, hogy nem zavarta őket, hogy körülbelül egy busznyi társaság, vagy legalábbis a haló távolságokban levők figyelnek rájuk. Bátran kérdezett, és bátran válaszolt a másik. Azt gondolom, hogy ott, azon a buszon nem csak annak a fiatalnak, a kérdező fiatalnak volt szüksége azokra a válaszokra, hanem másoknak is. Azt gondolom, hogy nekem az ő bátorságukra volt szükségem. Jól esett és megerősített, hogy bátran beszéljünk minden körülmények között a hitünkről. Ez az, amire meghív bennünket Szent Lukács evangélista példája. És ez az, amire mi magunk is figyelhetünk. Nem a mai ünnephez kapcsolódik, de a mai naphoz igen. Mai napon az, amikor arra készül a világ, hogy legalább 1 millió gyermek együtt imádkozza a rózsafűzért. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értük, hogy legyen kedvük és bátorságuk közösségben imádkozni a rózsafűzért, hogy megtapasztaljanak valamit a szűzanya szeretetéből, és abból a békességből, amit csak az Isten tud adni nekünk. A mai fiataloknak oly nagy szüksége van arra a békességre, amelyet csak az Isten tud megadni nekünk, amelyet a szűzanya tud az ő közbenjárásával kiesdekelni nekünk. Hadd legyen ez a mai rózsafűzér az ő örömükre. Hadd kapjanak ettől kedvet, hogy máskor is, akár egyedül is, akár társaságban, közösen a kortársaikkal együtt imádkozzák a rózsafűzért. Amen. Kérjük testvéreim az isteni igét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével tegye fogékonnyá lelkünket az evangélium örömhírének befogadására, és hirdetői lehessünk igéinek. Add, Urunk, hogy fogékony lélekkel fogadjuk igéidet. Kérünk téged, hallgass meg bennünket.
Add, hogy alkalmas szolgái lehessünk evangéliumod örömhírének. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Szent Lukács evangéliumából megtanuljuk és gyakoroljuk az irgalmasságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egész életünkben álhatatosan kitartsunk hivatásunk mellett. Kérünk téged, hallgass meg. Add, Urunk, hogy az evangélium befogadása megnyissa nekünk országod ajtaját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, a mennyei Atya akaratát és üzenetét az apostolokra bíztad, és az evangélisták által ránk hagytad. Kérünk, Szent Lukács közbenjárására add, hogy írásaiból megtanulhassuk az igaz keresztény életet, az irgalmasság lelkületét és a földi édesanyád, a boldogságos Szűz Mária helyes tiszteletét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Add meg, kérünk, Istenünk, hogy mennyei ajándékaid erejéből szabad szívvel szolgáljunk neked. Legyenek ezek az adományok, melyeket Szent Lukács ünnepén eléd hozunk, hathatós oltalmunkra és dicsőségünkre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadtad egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon. A te szentséged örök jeleként maradjon fenn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennyek országáról minden népnek. Ezért az angyalok egész seregével együtt most is mindörökké zengjük, és hálás szívvel énekeljük. Oh.
Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökköd örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékonyba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megőrz az én lelkem. Az Úr elküldte tanítványait minden városba, hogy hirdessék, elközelgett hozzátok az Isten országa. Thank you.
Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz venni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy szentté tegyen minket ez a kenyér, amelyet oltárodról kapunk, és erősítsen meg az evangélium hitében, amelyet Szent Lukács hirdetett, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánhoz kísértése ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi rossz szellemet, akik a lelkek vezére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária, kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk.